Képzeljünk el egy kort, amelyben a gépek képességei messze meghaladják a jelenkori emberi intelligencia és technológia képességeit. Képzeljünk el egy világot, amelyben a mainál erősebb, gyorsabb, intelligensebb és komplexebb létformák népesítik be a Földet. Képzeljünk el egy kort, amelyben létrejön a valódi mesterséges intelligencia, és olyannyira megváltoztatja az életünket, hogy azt már szinte el sem tudjuk képzelni. És jó közelítéssel elképzeltük azt a kort, amit én a paradigmaváltás korának, másképp technológiai szingularitásnak vagy a szingularitás korának nevezek. Na most, hogyha hátradőltünk, és fölvettük a sci-fi szemüvegünket, hogy tekintsünk bele a távoli jövőbe, hát nem erről van szó, ezt gyorsan kapjuk le, hiszen ez a kor valószínűleg már most a mi életünkben le fog zajlani. Ennek a részesei leszünk. És ahogy itt megnézem a közösséget, látom, hogy az a többség ezt nyugodt szívvel meg fogja élni. Fel kell tehát készülnünk ezekre a változásokra, vagy ami még izgalmasabbá teszi ezt a játékot, tehát ami még izgalmasabbá teszi, hogy a gyermekeinket fel kell készítenünk erre a változásra. Ahhoz azonban, hogy erre képesek legyünk, célszerű először látnunk, hogy milyen kihívásokat rejt számunkra ez az új, eljövendő kor. Az első kérdés, amit meg kell válaszolni, hogy ez a jövőbeli intelligencia, ez vajon milyen természetű lesz? Emberi természettel rendelkezik? Ami teljesen kézzel fogható, hiszen mi építjük, a mi tudásunkból táplálkozik, könnyen lehet, hogy a mi tulajdonságunkat fogja viselni. Vagy egy teljesen új struktúrát épít. Egy olyan értelem lesz, aminek megváltozik a minősége. Ha visszatérünk az előző kérdéshez, akkor rögtön az ókorban nyúlunk vissza, vagy talán még korábbra, és föltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon jó-e az emberi természet? Mert ha az emberi természet eredendően jó, akkor a mesterséges intelligencia is egy kedves, szerető, velünk törődő, jóságos intelligencia lesz. De hogyha az emberi természet gonosz, akkor a legdurvább sci-fikben megjelenő posztapokaliptikus jövőre számíthatunk. Hogy mennyire közel van ez a jövő, azt jól mutatja a munkavilága. Már ma a különböző technológiák mind mennyiségében, mind minőségében átformálják a munkavilágát. Minőségi oldalról gondoljunk a 0-24 órás jelenlétre. És arra, hogy a körülbelül végtelen információ mennyiség és a hozzáférhető információ mennyiség már ma lehetővé teszi számunkra, hogy minden további nélkül halálra dolgozzuk magunkat. Csak a biológiai lét jelent bizonyos szempontból korlátot. De ezzel szemben lejátszódik egy másik folyamat is. A technológia egyre több olyan munkafolyamatot vált ki, amelyet korábban emberek láttak el. Ha ez a folyamat eszkalálódik, kiteljesedik, talán megtörténhet, hogy már nem lesz olyan feladat, amire csak az ember képes, amit csak az ember képes ellátni. Képesek vagyunk egy olyan világban élni, ahol a munka dimenziója, a munkafogalma nem létezik? De azok sem nyugodhatnak meg, akik mondjuk már nyugdíjas korban vannak, és nem dolgoznak ebben a klasszikus értelemben, vagy mondjuk fiatalok, diákok, ugye? Hiszen az életünk minden elemébe be fog férkőzni, és már beférkőzött a technológia. Gondoljunk a kommunikációnkra, vagy a közösségi életünkre, hogy mennyire megváltoztatta ezt. Miközben töménytelen mennyiségű adatot termelünk. Adatot, ami új lenyomatként lehetővé teszi, hogy jó eséllyel megjósoljuk a viselkedésünket. Ez persze a hatékonyság motorja is lehet, de gondoljunk bele, hogy ha mondjuk egy hacker betör az én okos hűtőmbe, megtudja, hogy milyen joghurtot fogyasztok, hát üsse kavics, ugye? Kellemetlen, de ezzel egyet tudok élni. De ha ugyanez a hacker az én okos autómat töri fel, az önvezető autómat, akkor a kérdés már konkrétan élet-halál kérdésévé válik. Mondhatnánk akkor, hogy hát nem kéne ezt a dolgot így nagyon bizergálni, miért nem lépünk egyet vissza? Ugye erre lehet adni egy spirituális választ, az emberi életnek is, ez egyébként igaz is, hát az emberi természetnek része a fejlődés. Ezt nem lehet megállítani, nincsen, hogy új géprombolók leszünk, vagy valami hasonlók. Furán is néznek ki egyébként, netkábeleket ott. De van egy még kézzelfogható válasz, nevezetesen,
hogy a mesterséges intelligencia olyan perspektívákat nyit a mai életünknek, amivel hát szeretnénk számolni. Melyek ezek? Választ kaphatunk olyan kérdésekre, amire jelenleg fogalmunk sincs, hogy mi a válasz. Egy gyakorlati példa, globális klímaváltozás. Tudomásom szerint jelenleg nincs olyan rendszer a Földön, ami atomi szinten minden elemében tökéletesen szimulálni lenne képes ezt a jelenséget. De ha a korlátainkat nem a biológiai korlátok jelentik, hanem a fizikai korlátok, amik messze menően magasabbak, akkor talán képesek lehetünk arra, hogy teljes egészében szimuláljuk a rendszert, és megtudjuk, hogy milyen természetű ez a folyamat, veszélyes-e ránk nézve, és hogyha veszélyes, akkor hogyan kerülhetjük el a végső pusztulást. De választ kaphatunk olyan kérdésekre is, hogy mi az élet értelme esetleg. Mi végre vagyunk a Földön? Mi a célja az életnek? Hiszen a mi perspektívánkból, belső perspektívából ezek nagyon nehezen megválaszolható kérdések, ha egyáltalán lehet rájuk választ adni. De felülről nézve, letekintve saját magunkra, lehet, hogy a válaszok triviálisak lesznek. A mesterséges intelligencia a biológiai élet új dimenzióit nyitja. Szinte már bibliai kép jelenik meg előttem, ahogy az érző művégtagok gondolatáról olvasok, vagy például a látó szemekről. Örökké fogunk esetleg élni? És ha örökké fogunk élni, akkor képes az emberi tudat az örök élet gondolatával létezni? Képesek vagyunk ezzel megbirkózni? Hogy birtokba veszük az utolsó dimenziót, ami még az emberiség előtt áll, az időt? Az idő dimenzióját? Mindeközben brutális mennyiségű erőforrás szabadul fel. Gyakorlatilag eljöhet az a kor, nem csak azért, mert a szubjektív időhorizontunk a technológia miatt kiszélesedik, hiszen tovább élünk, hiszen fajlagosan több időnk marad, hanem azért is, mert majdnem semmit nem kell tennünk. Hiszen a gépeknek bármilyen piszlicsári munkát leadhatunk, hogy végezzék el, és nekünk egyetlen feladatunk marad. Visszatalálni igazi, autentikus, emberi mi voltunkhoz. Készen állunk erre? Hogy az embert lássuk meg magunkban? Ha minden jól sikerül, eljöhet a bőség kora is. Hiszen egy olyan hatékony rendszer, mint a mesterséges intelligencia, könnyűszerrel részlet tud hozni visszacsatlásokon keresztül egy olyan elosztási hálózatot, vagy olyan termelési hálózatot, vagy akármit, ami mindenki számára elhozza a jólétet. Tovább megyek a jól létet. És hogy mennyire nem futurisztikus ez a gondolat, hozok egy élő példát. Ott vannak az okos városok, Smart City mozgalom. Ha egy településben hatékonyabban tudjuk megszervezni a létezésünket, abból a település valamennyi lakosa profitál. Még az is, aki úgymond egy fillérrel se járult hozzá ahhoz, hogy ez a rendszer létrejöjjön. Láthatjuk tehát, hogy az éremnek két oldala van. Feldobjuk. És a kérdés az, hogy melyik oldalon esik le. Vagy a még érdekesebb kérdés, hogy tehetünk-e valamit azért, hogy a jó oldalára essen le. Úgy gondolom, igen. Mert vannak olyan szuperképességeink, amelyeket aktiválva előre mozdíthatjuk kedvező irányba a változásokat. Melyek is ezek? Első szuperképességünk maga a tudatunk. És hogy nem kívánok belemenni abba a kérdéskörbe, hogy mi is a tudat, ezért álljon itt a magyar nagy lexikonnak egy definíciója. Sokkal fontosabb, hogy mit adott számunkra a tudat. Mit adott számunkra részint az, hogy látjuk a múltunkat, van múlt emlékezetünk, és előre tudunk tekinteni a jövőbe, amit most teszünk. A tudat adaptációs képességet adott számunkra. És nagyon erős a párhuzam a tűz, mint innováció és a mesterséges intelligencia között. Az ősember félt a tűztől, mint a tűztől, mondhatnánk, ugye? Hát hogy a fenében-e? Az ő korában valószínűleg az egyik legpusztítóbb erő volt, amit ismert. A tűz. Joggal tartunk persze egy mesterséges intelligenciától. Úgy szintén az egyik legidézőbb pusztítóbb erő lehet. De azáltal, hogy az ember megzabolázta a tüzet, olyan perspektívákat nyitott a fejlődésnek, aminélkül a civilizáció a mai értelmében nem jöhetett volna létre. Az élelmezés biztonságát adta, a lét biztonságát adta, és most figyeljünk,
kiszélesítette az időhorizontját. Akár csak a mesterséges intelligencia. És adott még egy dolgot az embernek. A mesélés korát. A közösség egy újszerű élményét. Mert a tűz mellett leülhettek, és másról beszélgettek, mint a munka hevében. Ugyanígy a mesterséges intelligencia is kiszélesíti horizontunkat. Sokkal jobban összeköt minket, mint ez idáig bármi. És ezzel el is jutottunk második szuperképességünkhöz. Ez a dia körülbelül 5-ször váltott címet, de végül megmaradtam ennél a kis spirituális megfogalmazásnál, a komplex érzés. Egy kisfiamnak a lába, meg az én kezem. Miről is van itt szó? Nagyon nehéz megfogni. Úgyhogy három példát szeretnék mondani. Az első, hogy meg szeretném kérdezni önöktől, hogy kinek van gyerkőce? Ki családos? Jó, akkor valószínűleg átélték, amit én is átéltem. Remélem, senki nem most buktatta le magát. Hát, hogy így. Jó. Hogy amikor megszületett a fiam, amikor a kezembe vettem, létrejött egy kapocs közöttünk. Empátia, szerintem több ennél. Egy spirituális kapcsolat azzal a kis gyerkőccel. És érzem a fájdalmát, átélem az örömeit. Érzem, ha beteg, érzem, ha egészséges. De nem kell aggódni annak, akinek jelenleg még nincsen gyereke, ők is átélhetik ezt az élményt. Gondoljunk a nyári borvirágos beszélgetős éjszakákra. Hát ott aztán micsoda gondolatok szálingóznak. Szinte tapintani lehet azt az erőt, ami körülleng minket, a közösség erejét, a kreativitás erejét, azt a hálót, ami összefog minket. És ugyanez az, amiről egyébként az oktatás is szól, vagy kéne, hogy szóljon. Hiszen az oktatás nem más, mint ezeknek az energiáknak az aktivizálása. És nagyon kicsi különbség van a tűz mellett ülő, beszélgető, mesélő ősember és a tantermek között. Mert az egyik mesél, a többi hallgatja, válaszolnak és közösen eljutnak egy magasabb tudatállapotba. Ez a közösségi létélmény, ami egy szürke arc nélküli tömegből, ami némi egyszerűsítéssel azok voltunk, amikor is sorba álltunk, nyilván kis csoportokra ez nem igaz, egy kreatív, együtt gondolkodó, együtt alkotó, együtt elmélkedő közösségét tesz minket, mint amik most vagyunk. Utolsó szuper képességünk a holisztika. A tudomány sok egyéb mellett két módon közelíthet egy problémához. Analitikus szemlélettel, ami nagyon értékes és fontos, és szerepe van a megismerés történetében, ennek az a lényege, hogy részt nézzünk, és minél többet meg fogunk tudni erről a részről. De közelíthet holisztikus szemléletben is, és földrajzosként, azon a területen, ahol én dolgozom, ez nagyon fontos, tehát engedhessék meg, hogy most erről egy pár szót, gondolatot megosszak. Mi ennek a lényege? Szélesebb horizontban tekintünk a problémára. Azt mondjuk, a rendszer több, mint a részek egésze, van benne valami plusz. És innen is, onnan is csipeketve vizsgálódunk. Ez tudományokon átívelő szemlélődést feltételez. Hát, hogy jön ez most ide? Nyilván nem mindenki foglalkozik ilyen dolgokkal, az életünkben is. Rengeteg pluszt adhat, ha holisztikus szemlélettel éljük a mindennapjainkat. Ha kilépünk minél jobban a megszokott kereteinkből, és rátekintünk olyan dolgokra is, amivonnan eddig elfordítottuk a fejünket. Mi tehát a végső tanulság? Személyes küldetés nyilatkozatom egy mondatát, amit Thomas Thomas Eliottól vettem, osztok meg veletek. Sohasem szabad felhagynunk a kereséssel. Bár a felfedezéseink végén ugyanoda jutunk vissza, ahonnan elindultunk, de most először azt fogjuk érezni, hogy ismerős helyen járunk. Ha tudatosan képesek vagyunk aktiválni a közösség erejét, és holisztikus szemléletmódban tekinteni a világra, ez képes és erőssé tesz minket, hogy leküzdjük a kihívásokat. Hogy egy szép jövőt építsünk, és békét leljünk benne.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Thank you.